Köszönöm szépen a szót. Ez a egykörös háromperces keret a művészetelméleti kérdések megtárgyalására nem feltétlenül ad lehetőséget, de miniszter úrnak a változatos művészetelméleti fejtegetéseit tudjuk tapasztalni a különböző online felületeken. Először is szeretném a Nemzeti Múzeum igazgatójának a leváltásával és a gyermekvédelmi törvénnyel kezdeni. Először is a törvényt, amiről ön folyamatosan csak úgy beszél, hogy amit be kell tartatni, úgy fogalmaz, hogy a szexualitást öncélúan ábrázoló és a homoszexualitást megjelenítő termékeket kell valamilyen korhatáros módon elfedni. Egy Nádasdy Ádám idézettel szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni. Ő azt mondta, hogy a szép irodalom, mint ahogy a neve is mutatja, önmagában öncélú. Tehát hogy tudna a szexualitás öncélúságát definiálni, és ha megtenné, három nagy magyar alkotás kapcsán elmondaná, hogy ezek sértik-e a gyermekvédelmi törvényt, vagy nem. Itt Petri Györgynek, ahogy elérjek a napsütötte sávig című versére gondolnék, amelyben egy női nemi szerv megjelenik. Faludi Györgynek a Pokolbéli vígnapjaim című könyvére, amelyben homoszexualitás található, vagy Kristóf Ágota a Nagy füzet című könyvére, amiben hát olyan szexuális aktusok találhatóak, amelyeket nem biztos, hogy ebben a bizottságban ki kell mondani, hogy ezek megfelelnek a gyermekvédelmi törvénynek, ha erre tudna válaszolni. Még egy kérdésem van a Nemes Nagy Ágnes centenáriummal kapcsolatban, amely nemrég a PIM keretében zajlott le, hogy mivel mondta azt, hogy nagyon fontos, hogy a vidéken is elérhetőek legyen a kulturális termékek, és nagyon helyesen mondta ezt, hogy tudtak a megyejogvárosi lakók például a Nemes Nagy Ágnes centenáriumból valamilyen kulturális termék keretében jutni, illetve hogy van ezzel megelégedve. A kortárs magyar költők külföldi fordításában milyen előrelépések történtek eddig, illetve a régiós költők magyarra fordításában mi történt. És még egy nagyon fontos kérdésem lenne, az operáról azt nyilatkozta, hogy a sztrájk tulajdonképpen főigazgató úrnak a hibája, akit nem nekem kéne védenem, hanem önöknek, de ez mindegy. Főigazgató úr ugyanakkor többször jelezte, hogy a finanszírozás hiánya miatt nem tud infláció követő béremelést adni az operai dolgozóknak, hogyha erre esetleg tudna valamilyen módon reagálni. És egy utolsó kérdés, hogy az időt ne használjam túl, ez pedig a színház finanszírozásra szolgál. Érdekes művészetelméleti kérdés, hogy mennyire mérhető önmagában, hogy melyik színház milyen értéket hoz létre, de mit üzen azoknak, akiknek az Átrium Színház fontos értéket jelent, és magyar adófizető állampolgárok, akiknek a Tápszínház fontos értéket jelent, magyar adófizető állampolgárok, akik szeretnek független színházba járni, és az utolsó kérdés, amire nem tud valójában szerintem úgy válaszolni, hogy politikailag ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, de én bízok az ön képességeibe. Meg tudnám mondani, hogy kik a kurátorai a 2023-as előadó művészeti szervezetek programjának a támogatásáról, akik döntöttek, akiket a szakmai szervezetek nem tudtak meg. Köszönöm szépen a lehetőséget. Van egy törvényünk, tehát én azt betartatom. Nincs véleményem életstílusokról. Bízom a vezetőinkben, bízom az önök bölcsességében, akik ezt a törvényt megszavazták, és annak van egy végrehajtási metódusa. Én miniszterként akkor nem tudnék stratégiai ügyekkel foglalkozni, hogyha én mondanám meg, hogy mi az az öncélú szexualitás. Az írói műveknél felsorolt néhányat, én is tudnék egy néhányat felsorolni. Tavaly, másfél évvel ezelőtt én itt azt mondtam, hogy én nem akarom érvényesíteni az én esztétikai ízlésemet. Meg tudom mondani, hogy miket olvasok, nem effélék, de Faludit például olvasom, de a Villon fordításait olvasom, vagy efféléket. Tehát én nem fogok esztétikai véleményt nyilvánítani, ez nincsen benne a kultúrpolitikában. Nekem egy semleges terepet kell fönntartatnom, amelyen a törvények kereteiben tud mindenki működni. Nemes Nagy Ágnesnél, ennek utána kell néznem, elnézést kérek, szerintem Pécsett voltak, és a Nemzeti Kulturális Alapban volt pályázat? Nem, kifejezetten, de oda pályáztak jó néhányan, ilyen témában. Igen, az egész Nemes Nagy Ágnes kör Vörös Sándorral és a többiekkel, ezt mondhatom, mert Vörös Sándor életművét én adtam ki a Helikonban, ápolni fogjuk, utána fogok nézni, és válaszolok írásban, jó? Köszönöm. A kortárs költőkre.
Ugye van a Magyar Kultúra Alapítvány, ahol Demeter Szilárd kiváló munkát végezve számos olyan ösztöndíjat alapított, ami íróknak, költőknek ad lehetőséget, hogy megmutassák azt a tehetségüket, hogy ők ösztöndíjból tudnak olyat alkotni, mint I.S. Gyula, aki egyébként az írói és költői munkássága mellett banktisztviselőként volt. Akkor még úgy volt, hogy dolgozni kellett amellett, hogy valaki író. De most rengeteg ilyen ösztöndíj van, és felhívnám a figyelmet a Közép-Európai Tehetséggondozó Alapítványra, amit Ormán János Dénes Kossuth Díjas költőnk író visz. Olyan keltető alakultott ki, hogy azok a fiatal emberek, akik ott alkotnak, azok a hiteltől kezdve az élet és irodalomig publikálnak. Ennyit a kultúrharcról. Nézzék meg, én most azon vagyok, hogy arra ösztökéljem őket, hogy azok a kötetek, amik ott megjelennek, és az a tehetséggondozás, az úgy érvényesüljön, hogy el is jusson az olvasókhoz. A Covid után közvetlenül rengeteg író-olvasó találkozó volt. Ez utalok itt a járási szintű dolgokra is, meg amit Bodó képviselő úr kért, hogy akár kisfalakba vagy iskolákba. A tehetséggondozásba ez is beletartozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy virágzik a 20-30 éves költőink és íróinknak a világa. Küldök majd egy könyvcsomagot képviselő úrnak. Jó? Az opera sztrájk. Tehát én a főigazgató úrral nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Van, amikor ezt megerősítjük írásban is. De az, tehát azt kell látni, hogy a kulturális szférában van egy csomó, tehát a művészeink zseniális, nagy munkabírású emberek. A komoly zenében mindenkinek több állása van. Már úgy értem, hogy van egy főállása, ahol fizetjük, és időnként elvállal más munkákat is, fellépéseket. Sőt, tudják, hogy mire ösztönzöm őket? Az, ami régen volt. Azt mondjuk, Kodály országa vagyunk, meg Bartók országa vagyunk. Akkor a zenészeink tanítsanak a zeneiskolákban. Mindegy, elmondom. Győrött, annál a bizonyos ebédnél. Megkérdeztem a győri filharmonikusok vezetőjét, ami egy teljes értékű, nagy, komoly zenei filharmonikus zenekar, hogy hány olyan zenészed van, aki kijár a Győr környéki falvakba, és zenét tanít. És azt mondta, hogy nem tudja, ezt még nem jutott eszébe, hogy megkérdezze. Hogy leszünk akkor Kodály országa? Hogy leszünk akkor Bartók országa? Hogy leszünk az az ország, hogyha a Zeneakadémiának nem jut eszébe, hogy ennek az integrációját és szerves érvényesítést meg kell tennie? Tehát amikor sztrájkon van szó, én nagyon bízom Ókovács főigazgató úrban, kezelni fogja a helyzetet. Ahogy mondtam, 94 intézményen van. Tehát hogyha én egy-egy intézménybe bemegyek mikromenedzselni, akkor nem lesz időm stratégiai ügyekre, ráadásul akkor a vezető fölöslegessé válik. Tehát én nem fogok belemenni ilyen ügyekbe, mert akkor kiválasztatnám a díszletet is. A díszlettel is vannak problémák, más színházakban, persze nem az operában. Vagy a menedzsmenten. Színház finanszírozásban az Átrium köszöni jól van. Lakatos Péter barátom, a Videóton főtulajdonosa, mecénásként hosszú évek óta tartja. Ugye külön kell mindig választani a projekteket, az előadásokat és egy ingatlannak a fönntartását. Az Átrium színház az nem az az ingatlan, az az előadások. És arra sok sikert kívánok. Mecenatúra, jegybevétel. Van olyan ismerősöm, most már volt barátom, aki szobaszínházat tart fönn. És havonta tart egyet-kettőt, és el van, mint Marci Hevesen. Ezt én nagyon támogatom, és sok sikert kívánok. A 2023-as Elődomani Visszati Bizottság tagjainak nevét nem tudom fejből. Elnézést. Írásban is megfelel, köszönöm.